Mata Júli lesz. A Mata Júli az irodalomnak és az informatikának, azon belül is a Location Based Services szolgáltatásnak a házasságáról fog beszélni. Designerként, aki, ha már sokat emlegettük, de ő is Stakisokkal dolgozott együtt, és ha jól tudom, akkor a Stakis kollégák is itt vannak, tehát a Júli úgy készült, hogy ha vannak kérdések, akkor és nagyon technikai jellegűek, akkor a Stakis kollégák tudnak szakszortot biztosítani számára. Biztos, ami biztos. A kollégákkal, a szerzőtársaimmal végeztünk egy gyors benchmark elemzést, és a mai napi benchmark elemzésünk azt mutatja, hogy nem csak hogy a női előadók száma messze fölülmúlja az elmúlt 6 év közel 350 előadásának előadóinak a száma, vagy női előadóinak a száma, hanem a megjelent hölgyeknek a száma is átlag feletti. Nem tudom, hogy ez azért van, mert hogy nőket hallgatni, mint férfiakat, és a nők hozzák a nőket, vagy nem tudom. De minden esetre, hogyha körbenéztek, akkor meglepő módon átlag feletti a hölgyek száma, és ennek mi nagyon örülünk, mert hogy az elmúlt években többször is megkaptuk, hogy ahhoz, hogy férfi kollégák itt egészségesen menjenek haza, kellene növelni az ivar arányt. Amúgy a Váncsa Júlia 5. előadónk pont erről beszélt volna, mi láttuk előzetesen az ő prezentációját, hogy milyen az, amikor a programozó férfiak szobájába bekeveredik egy nő, és akkor hogyan is viselkednek egymással. Nincs itt a Júli, úgyhogy én utólagos vagy előzetes engedelmével lelőném a poént. Amikor egy hölgy belép a programozó férfiak szobájába, akkor a programozó férfiak férfivá válnak, a nő pedig nővé. És akkor ezzel át is adnám az utolsó előadónknak a szót, Mata Júlinak, aki egy nagyon izgalmas címet kapott vagy adott a saját prezentációjának, és kíváncsiak vagyunk, hogy ez hogyan is sikerült teljesíteni. Sziasztok! Amíg várunk a technológia munkába állására, el is kezdeném. Mérget vennék rá, hogy az itt ülők közül mindenkinek van egy kedvenc olvasmánya. Igaz-e? Legalább bólogató fejeket szeretnék látni. Igen? Igen. Talán még arra is, abban is biztosabb lehetünk, hogy mindenki elgondolkodott azon, hogy ezeknek az olvasmányoknak hol is van a valós helyszíne, sőt az elvetemültetek talán el is látogattak ezekre a helyszínekre. Talán bólogató fejek, igen, így van. Feltételezzük azt, hogy kik igazán szeretik ezeket a könyveket, kíváncsiak voltak, vagy kíváncsiak lennének ezeknek a történeteknek a teljes világára is, ami mondjuk annyit tesz, hogy miről beszélgetnek a szereplők két fejezet között, mondjuk mit reggeliztek, vagy milyen zenéket hallgattak. Közben próbálok valami a prezentációval is. Milyen bulikba jártak, milyen zenéket hallgattak. Na most, hogyha ezek a kérdések felmerülnek, akkor felmerül az a kérdés is, hogy milyen úton-módon próbálunk ennek utána járni. Esetleg releváns videókat nézünk, vagy hozzá kapcsolódó újságcikkeket olvasunk, zenéket hallgatunk, vagy mondjuk, ha nem kortárs mi, akkor korabeli képeket nézegetünk. És mi történik akkor, hogyha mindezt a helyszínen szeretnénk megnézni? Tudunk-e olyan eszközre gondolni, ami ezt biztosítja számunkra? Na, nem árulok el nagy titkot, amikor a mobiltelefon kerül a képernyőre. Különösen nem, hogy a mobiltelefon egy dinamikus információs felület. Ha most könyvekről beszélünk, akkor lássuk, hogy a könyv ezzel szemben egy kicsit porosodó, ám annál időtálló adathordozó. Vajon, ha végig gondolunk, akkor ezeknek a kombinációjából milyen megoldásokat ismerünk? Mindenféle e-bookokat. Na most, amikor én és ez a csapat, akikkel együtt létrehoztuk ezt a projektet, kezünkbe kaptuk ezt a feladatot, egészen másként közelítettük meg ezt a kérdést. Szerettünk volna kilépni a regény világából az utcára, és belépni a történetbe, mégpedig lehetőleg minél színesebb multimédiás anyagok segítségével.
Na most ennek ugye megvannak a problémái, hogyan hozzuk össze ezt a két információs felületet, vegyük ugye mondjuk a könyvet, amit alapból egy nyugalmi helyzetben történő fogyasztásra találta valaki. Ezzel szemben ugye a mobiltelefon az on-the-go felhasználó élményt támogatja elsősorban. De ez nem az egyetlen kérdés. A könyv feldolgozása lineáris folyamatban zajlik, ugye kinyitjuk a könyvet, belelapozunk, becsukjuk. A mobiltelefonos, pontosan a digitális felületeken történő információfeldolgozás ezzel szemben sokkal modulárisabb. Kutatások bizonyítják azt, hogy még amikor az ember könyvet olvas, akkor az agyának a képalkotó része aktiválódik, ezzel szemben, amikor digitális felületeken fogadunk be információkat, akkor a tájékozódással foglalkozó rész az, amelyik mozgásba kerül. Akkor, hogyha azt mondjuk, hogy a mobil felületen feldolgozott regényélmény, akkor tulajdonképpen átalakul egy képfeldolgozásból egy tájékozódó élményé. Ha már tájékozódásnál tartunk, akkor vessük fel, hogy hogyan helyezünk el egy történetet a térképen. Különösen akkor hogyan helyezzük el, hogyha több helyszín is kötődik egy regényhez. Felmerül a kérdés, hogyha szeretnénk ezt mind megváltozatni, akkor hogyan tesszük ezt? Elkezdjük a történet narratívája szerint. Ez kicsit rizikós, mert könnyen kalantúrává alakulhat a séta. Vagy esetleg megyünk kronológiai sorrendben, akkor is jó eséllyel, hogy gyorsan járjuk a lábunkat. Tehát valamilyen megoldást kell találni ahhoz, hogy az egyes helyszínekhez köthető tartalmak optimálisan lejárhatóvá váljanak. A következő kérdés, ami felmerül, hogy jobban vannak helyszíneink, van egy útvonalunk, hogyan dolgozzuk fel a regényt, milyen szakaszokban fogjuk feldolgozni ezt a folyamatot. Egyáltalán, ha olvasásról beszélünk, akkor csak a helyszínek nem fogjuk tudni ezt majd átélni, vagy a helyszínek között nagyon csúnyán ki fog futni, az időből erre szólok, úgyhogy köszönöm a türelmet. Vagy pedig a helyszínek között itt távolságon hangos könyvként hallgatjuk ezt meg. És hogyha így teszünk, akkor ezt hogyan tudjuk megvalósítani? Itt is a számok, vagy itt már a számok válaszolnak. Mégpedig azt is mondanám ezzel, hogy egy perc alatt durván 600 karakternyi szöveg hallgatható meg. Egy perc alatt durván 50 méternyi távolságot tesz meg az ember gyalog. Na, ezeknél a számoknál kezdődik a megvalósítás. Ideig csak álmodoztunk. Ugyanez a ténykérdés áll a multimédiák esetében, amivel mondjuk egy regénynek a világát szeretnénk megjeleníteni. Ezt is mondjuk útközben szeretnénk nézegetni, vagy a helyszínen. Mennyit tudunk ebből megnézni? Ugyancsak számokra fordítjuk ezt a kérdést egy perc alatt. Nagyjából 12 képet tudunk kényelmesen végignézni, és lejárt az időm, de azért befejezném, hogy a konkrét projekt, amiről szó van, az Ottlik Géza hajnali háztetők című 30-as években játszódó regénye, és ami lehetővé tette ennek a megvalósítását, az az MD-Asztaki Guided Hand alkalmazása. Itt látom néhány képet belőle, ezeket összegyúrtuk durván 300 archív multimédia tartalommal. Az itt látható kép, és ebből született meg a GPS alapon működő irodalmi séta. Itt éppen egy archív térképen látjuk, amint a felhasználó navigálja magát a városban, két regény részlet között, amit olvashat, illetve meg is hallgathat. Az egyes helyszínekhez pedig összeválogattunk egy tematikus multimédia galériát. Ezekben találhatóak cikkek, képek, videók is. Most gyorsan elmondanám, hogy milyen kompetenciák szükségesek egy ilyen projekt megvalósításához. Hát egyrészt az ötlet az a Moholy Nagy Művészeti Egyetem kreatív technológia laborjából pattant ki. Megemlíteném még Jankó Anna és Óra Vecsúj nevét. Kellett hozzá egy enyhén bevállalós kulturális intézmény, a Petőfi Irodalmi Múzeum, aki annak ellenére, hogy egy olyan élményt vázoltunk fel nekik, ami nem létezik, bevállalták ennek a megvalósítását, illetve hát ezt aki nélkül sehol sem lennénk ma. Még egy mondattal zárnám ezt az előadást, még pedig, hogy miért van szükség ilyen projektek megvalósítására. Statisztikák alapján a fiatalok kétharmada nem olvas könyveket. Ez a gimnáziumi osztálynak egy darabja, akikkel teszteltük ezt az alkalmazást, és a pedagógusaikkal együtt imádták. Azt mondták, hogy ők csak így akarnak ezen túl irodalmat tanulni. De most azt gondolom, hogy minél több ilyen projekt születik, annál jobb esélyünk van rá, hogy a klasszikus kulturális tartalmak is új formába öntve eljutnak így az új fogyasztási szokásokat felvevő társadalomhoz, illetve az informatika is jó esélyeket kap arra, hogy ezekkel a szokásokkal több ember életét boldogabbá és teljesebbé tegye. Köszönöm a figyelmet!
Kérdések és válaszokat. Ahelyett, hogy otthon leülnél a fotelbe és kezedbe vennéd a könyvet, a füledbe dobod a fülhallgatót, bekapcsolod a telefonod, az el fog téged navigálni a történet kezdeti helyszínére, és ott elindul a regény tulajdonképpen. Elindul a történet, amit hallgathatsz vagy olvashatsz is, ez sétálós, illetve ülős szakaszokból áll. Az ülős szakaszokon nézheted meg azokat a multimédiákat, amelyek a regényben feldolgozott témákat illusztrálják. Ez így világosan? Amikor sétálsz, felolvasod, akkor ülsz, olvashatod is. Egy pillanat, ez nekünk azért nehéz megérteni, mert férfiak vagyunk, és a multitasking ez nekünk nem megy. Na tehát ez arról szól, hogy egyszerre hallgatod, és sétálsz, és nézed. Ez nekünk nehéz, de valójában ők ezt csinálták meg, ugye nem agyából pattan ki, tehát nekik ez evidens, nekünk kevés. Következő kérdés, a Laci. Galaxisodik alól stopposodnak, mikor jelenik meg? Jó kérdés. Még a forrásokat várjuk rá. Szóljatok mindenképpen, nem a listán vagyok. Első leszem. Kollega. Honnan szereztétek a hangos művet? Mutatom már projektet? Mi vettük fel a hangot is hozzá. Töltsétek a mutatókat. Töltsétek a mutatókat. Rendben. Igen? A útörő farmatőket leszámítva mennyi munkaóra van egy könyv elkészítésében? Tehát, hogyha most a következő könyvet kéne csinálni, nyilván azokat a bénaságokat nem követitek el, de egyébként úgy. Erre a kérdés azért nehéz válaszolni, mert attól függ, hogy milyen regényről van szó. Ugye itt nagyon nagy munkaóra van mondjuk magának a multimédia anyagok a gyűjtésében, hogyha mondjuk egy hasonló korú regényt próbálnánk feldolgozni, tehát a 30-as éveket, akkor ez jelentősen elrövidíteni a munkát, ami ugye maga kutató munka, mondjuk csak a regénynek a feldolgozása, a helyszínhez kötése, a hozzáírt anyagok, felvételek, azt mondom, hogy mondjuk 4 hónap. Igen? Igen, amit nem maradt el, itt van a slide, csak lehet nem látod a többiek fejétől. A Guided Hand nevezetű alkalmazáson belül tudod ezt a sétát Otlik nyomában letölteni. Egyébként ingyenes a séta, és iOS-en és Androidon is elérhető, köszönhetően a Stakinak. Kérdés még aktuális, vagy mert részben megvált el Póli Feri? Bajban vagyok egyetős. Igen, rá kéne beszélni, hogy miért így fogyasztom át földet. Hogy miért így fogyasztom többedik alkalommal. Tegyek rá kísérletet? Kérdés az volt, hogy miért így fogyasztja ezt a könyvet az úriember a sokadikra, vagy első alkalomra. Elég sok kritériumot kötöttünk ki a munka elején. Ennek az egyik az volt, hogy nem szeretnénk a regény elmét alapjaiban felforgatni. Szeretnénk meghagyni azt a lehetőséget, hogy a felhasználó olvasva is átélhessék ezt a történetet. Igazából itt a regény maga csak kiegészül ezekkel a tartalmakkal. Egyrészt azzal a tartalommal, hogy a helyszínen ülve olvashatod végig azt, hogy mondjuk besétál a főszereplő a lebújba, ahol a lányokhoz jött éppen fokhagymáspirítós enni. Egyébként ezt a fokhagymáspirítós meg is lehetett ebben a lebújban, amit kiválasztottunk helyszínként. Tehát mondjuk már ezért megírja, a lányokat nem ígérem, de pirítós ez lesz. Emellett pedig ezek a multimédia tartalmak, amik ugyancsak szakaszonként nézhetők meg, ugyancsak nem a szereplőket hivatottak kiváltani, sokkal inkább egy keretet adni a történetnek. El tud képzelni, milyen volt a 30-as éveknek egy szórakozó helye, milyen volt egy bál, ahol ezek a szereplők elmentek, milyen zenéket hallgattak, milyen ruhákba képzeld el őket. Ezek gondolom, hogy ez egy többet értéket hordoz. Az elvégést nem értem, tehát hogy miért kell oda menni, amikor multimédiában megnézhetem a 30-as évek előfiáit, vagy a... De Feri, erről szól az egész. Még egy kérdésre hagyok választ, de utána sörözés van, és akkor le lehet rabolni a lányokat, csak óvatosan. A Gabinak adom a szót, mert hogy ő hölgyből van. Nagyon rövid kérdés, egyébként lesz másik könyv, és van tervetek, hogyha lenne elmód, akkor melyik könyv lenne? Az Otlik, vagy valami másik magyar sportnak olvasni? Science fiction. Galaxis úti falahúz. Mondom. Tervünk lenne. Köszönöm.
Most pedig a nyugalom megzavarása érdekében lekapcsoljuk a lámpát, és miről is szól a nőnap? Ugyanis szeretnénk megköszönni nekik, hogy eljöttek, és a nőnap alkalmával virágokkal kedveskedtünk nekik, és engedjétek meg, hogy a nőnap alkalmából előzetesen ezeket a virágokat átadjuk nektek. Még mindig nincs vége, egy szoprán kórussal is készültünk, a Meetup férfi társai Ádám, Péter és Tamás, hol vagy? Tamás, most fel a kezed, igen. Egy szopránt fogunk most előadni, nem fogunk, hanem a Meetupnak a motorját és a lelkét is szeretnénk nőnap alkalmából köszönteni. Kis Gabit szeretném ide kérni. A Meetup szervezői Gárdának az oszlopos női tagját, aki nem csak azért, mert hogy nő oszlopos tagja, hanem azért, mert konkrétan ő szokott minket katyába rázni. Tehát tényleg nélkül nem lenne. Gabinak most nincs mondani valója, de a söröket majd szívesen fogadja. Ez volt a nőnapi Meetup külön kiadványunk. Kint a sörök várnak titeket, vagy a borok, amihez van kedvetek. A hölgyek és a férfiak is beszélgethetnek kint egymással, és várnak titeket.